Magyarországon évente több mint 10 000 kerékpárt lopnak el, több mint 3/4-üket Budapesten. A rendőrség tehetetlen, az eltűnt biciklik többsége sohasem kerül elő. Egy csapat pesti bringás most visszaüt a bűnözőknek. Egy éven keresztül állítottunk csapdát a tolvajoknak jeladós kerékpárok segítségével. Kik és hogyan lopnak, mi történik az eltűnt biciklikkel és miért nem tesz semmit a rendőrség? Mindezt megtudhatod az új websorozatból, amelyből az is kiderül, hogyan vált egy amatőr csapat profi tolvajvadászokká. Itt van velem a tolvajkergetők csapata, kisebb része. Elmeséltek nekem, hogy kik vagytok ti? Hát mi vagyunk a 72 tagból a kettő, de igazából mi vagyunk az alapító tagok. A tolvajkergetők egy olyan civil szervezet, ami céljául tűzte ki a kerékpárlopások visszaszorítását, és ezt elég hatékonyan szerencsére tudjuk csinálni. Módszer nagyon egyszerű, kerékpárokat szerelünk föl műholdas jeladóval, majd pedig kirakjuk, hogy a jó képességűek hadd vigyék haza, és családlátogatás keretében átértékelhetik az életüket, amiben a rendőrség munkatársai is hatató segítséget nyújtanak. Hát persze már amikor, de hát ez már egy hosszabb történet. Általában elég jól. Annyit tudok elmondani, hogy amellett, hogy ugye tavaly készült egy filmsorozat, készítettünk magunkról egy filmsorozatot, ami elég nagy siker volt az interneten, és most készül a második. Például egy nagyon kézzelfogható eredmény, hogy debreceni csapatunknak köszönhetően Debrecen városában kb. Az ötödére visszaestek az utcai kerékpárlopások. Említetted, hogy a rendőrség nem mindig segítőkész. Néztem én is természetesen a ti sorozatotokat, és úgy vettem észre, hogy az elején kevésbé segítettek, de úgy egyre inkább részt vesznek a munkában. Minek köszönhető? Az elején kevésbé segítettek, a közepén egy kicsit jobban, és a végén már megint nem annyira, de ne általánosítsunk, mert nagyon sok rendőri szervel, nagyon sok rendőrrel is van nagyon jó kapcsolatunk. Nagyon-nagyon hosszú történet lenne ez, hogyha elmondanám, a lényeg annyi, hogy Budapesten teljesen máshogy működik a rendőrség, mint vidéken, akár városokban, akár kisebb településeken. Gyakorlatilag itt Budapesten arra is volt például, hogy kifejezetten ellenségesek legyenek velünk a rendőrök, hogy minket próbáljanak lecsukni a bűnöző helyett. Viszont, hogyha itt Budapesten segítséget kapunk egy rendőrtől, azt soha nem úgy kaptuk, hogy a kapitányság munkatársai segítenek, hogy, hanem az, hogy odajött hozzánk, mikor már elhagytuk a rendőrséget egy-egy ilyen csibész beszállítása után, és így odapisszeget, hogy figyelj, én csak egy járőr vagyok, de szeretnék segíteni nektek, csak meg ne tudják a főnökeim, mert azonnal kirúgnak. Tehát itt Budapesten teljesen a józan észre ellentétesen működik a rendőrség. Vidéken is előfordul, de nem annyira. És szóval... meg tudnál említeni egy-egy vidéki kapitányságot, ahol pozitívan csalódtatok? Gyakorlatilag mindenhol, ahol vidéki csapatunk működik, ott pozitívan csalódtunk. Egyébként nagyon sok pesti kerületben is, tehát azért nem egységesen fikázzuk a rendőrséget, csak aki megérdemli. Jelen pillanatban csoportunk működik Debrecenben, Győrben, Szegeden, Kecskeméten, alakulóban van Tatabányán, Székesfehérvár, most indult el Békésben, és ha minden jó megy, akkor fog még alakulni máshol is. Hát egyébként, ha valamelyik kedves nézőnk úgy gondolja, hogy ő a lakóhelyén, vagy akár itt Budapesten csatlakozna hozzánk, vagy új csapatot alapítana, nagyon szívesen várjuk, tolvajkergetők.hu, vagy Facebookon tolvajkergetők. A videótokban láthattuk, hogy csalibringát használtok. Mi az a csalibringa pontosan? Ezt Feri tudja a legjobban megmondani, de gyakorlatilag úgy foglalhatjuk össze, hogy bicikli. Olyan kerékpár, aminek így meglehetős értéke van. De ha ő tudja, akkor... Feri szokta építeni őket. Gyakorlatilag két típusra oszlik szét a csalibringáink zöme. Ugye anyagi okoknál fogva a társaság nagy része azok valamilyen adománykerékpár átalakításával és buherálásával oldják meg azt, hogy fölkészítsék akcióra a biciklit, áll magából a kerékpárból és jeladós technikából, amiből a helyszínen meg tudjuk találni, lokalizálni tudjuk a kerékpárt. A másik típus az, amit igazából az én specializálásom, ott a kerékpár már úgy épül, hogy a technikát fogadni tudja. Épp ma csináltam, megfejezem be szép lassan a kecskemétiek Laura becenévre hallgató női csalékerékpár. De hogy miért Laura? Azt nem mondjuk el adásban, mert hát a kiskorúak nézik. El tudom mondani, szóval de nem mondom. Kisípoljuk. Nos, két házi feladat, ki volt Leiter Laura? Fiatal nézőink találják meg, róla van elnevezve. Hasonló aktusban lesz része remélhetőleg annak aki is, aki rámászik az... szintén, mint ahogy Laurára rámásztak annak idején. Úgyhogy... Jó, most már ide érdekesebb a kérdés, most már ne köntörfalazzatok, mondjátok el, hogy miért Laura. Talán annyit mondanék el, hogy most kerül bevetésre egy új csalikerékpár, ami sajnos, vagy nem is tudom, talán szerencsére csak kölcsönben van nálunk, ennek 10 000 euró az értéke. Mert az egyik kedves nézőnk megmondta azt, hogy kísértékű lopás, meg mit tudom én, ugye most módosították a büntető törvénykönyvet, és például a most látható felvételen működő úriember, aki egy 250 000 forintos Tigris Fedő nevű kerékpárunkat lopta el,
az mindössze kisértékű lopásért fog felelni, mert 500 ezer forintig, az nem pénz a kedves politikusaink szerint. Na most ő meg azt mondta, hogy tessék, akkor itt van egy 10 ezer eurós bicikli, ezzel fogjatok tolvajt, és akkor 1-5 évig. És hát ez holnap fog bekövetkezni, először holnap lesz először akciónk. Na, ennek a biciklinek az a neve, hogy szopóroller. Oh. Igen, itt vissza lehet egyébként csatolni a témára, hogy mi a különbség az épített csalira. Az, hogy ott már az értéket is behatároljuk. Pontosan emiatt, hogy a jogszabály által előírt büntetési tétel az lehetőség szerint ne a szabálysértés legyen. Most itt ebből kellemetlen helyzet alakult ki, ugye, mert volt egy BTK módosítás, aminek örömére most már 500 ezer forintra ment fel, az eredetileg 200 ezer forintos nagy értékre elkövetett bűncselekmény értékhatár, és ugye a Tigris még annak idején a 200 ezeres határa épült. Tehát jeladókat még ráteszünk, hogy még tudunk tolni egy kicsit az értéken, de ez igen-igen megnehezíti, mert ugye nincs itt azért teletönve pénzzel a csapatok nagy része, saját zsebből és saját erőforrásból gazdálkodik, minimális adományokból. Nem mondom, hogy nem, igen. Hála a jó Istennek azért adogatnak sokan, de... Akkor miért éri meg nektek csinálni? Hát mindenkinek... Zömmel a társaság nagy részének elszállt az agya. Tehát tőlem 2 darab biciklit loptak el egy évben. Tőlem 4-et? Tőlem egy évben elvittek 208 ezer értékbe biciklit, úgyhogy elszállt az agyvizem, és akkor én elkezdtem például lehetőségeket keresni, és el is jutottam erre a GPS-es technikára, de én egy ilyen Pet Trackers nevű kiskütyűig jutottam, és gyakorlatilag a Tamás akkor csekkolt be egy kerékpáros fórumra, ahol én aktív tag voltam, és így találkoztunk. Sokan kitalálták ezt az ötletet egyébként, tehát annak idején is sokan feszegették ezt, például kritikamess.hu-n, hogy jeladót kéne tenni biciklikre, de igazából olyan jeladó, amit kerékpárhoz találtak, ki nem nagyon volt, tehát ezek az állatkövetők, meg ezek nem annyira voltak megfelelőek erre a célra, és egy angol cégnek a termékét használjuk, talán nem reklám, hogyha elmondom, Integrated Trackersnek hívják, és velük sikerült úgy összejönnünk, hogy gyakorlatilag mi vagyunk a teszt brigád, illetve most már fejlesztést is végzünk hozzá, mert például az se jutott még eszébe egyetlen fejlesztőnek sem, hogy attól, hogy a GPS engem oda vezet mondjuk egy ekkora épülethez, mint az SCH, hát akkor sok szerencsét az épületen belül hol van. És hát nem lehet minden ajtót berugdosni, hogy rendőrség kérjük vissza a biciklit. Hát ilyen célra kell egy rádiós irányadó is, egy kis hatótávolságú. Van rajta bizony. Jelenleg egy ilyen kis kínai kütyüt használunk, de ebből is már a csapatunk egyik lelkes villanymérnök tagja, az már épített egy ilyen kis, jelenleg prototípus állapotban levő rádiós jeladót, ami majd rendes termék lesz, egy ilyen külön kapható terméke ez a jeladóhoz. Tehát most már magyar hozzáadott értéket is képvisel. És hát mondjuk szomorúan azt kell mondanom, hogy a magyar piacnak sajnos elég drága ez a készülék, ez ilyen 40-42 ezer forint, erre sokan felhördülnek, hogy de hát a biciklim nem ér annyit. Hát igen, akinek 20 ezer forintos Tesco biciklije van, az nyilván nem fogja ezt megvenni, de az, aki mondjuk 100 ezerért vett egy biciklit, az talán ne abban gondolkodjon, hogy veszek mellé egy 5 ezer forintos kínai lakatot, mert az ugyanúgy le fogják fűrészelni, mint bárki másnak a lakatját, hiába, hogy azt hiszi, hogy nem, hanem ruházom be még erre a jeladóra, és akkor biztos, hogy nem fogják ellopni. Helyesebben el fogják lopni, csak nem a tulajdonos jár rosszul vele. Megkerül, és nem vész oda az érték. De egyébként 95%-os a felderítési arányunk, tehát 2 csali kerékpárunk veszett oda másfél év alatt. Az első az azért, mert nem ezt a technikát használtuk, a második pedig egy olyan véletlenek összjátékából, hogy az meg is teljesen extrém eset volt. Teljesen extrém eset volt, így van. Leheltére belerakták egy csirkemosókádba, tehát ez ment tényleg... Volt. És még onnan is ki tudott szólni, csak a lejátszalokban nem találtuk. 4 napig kerestük, és egyszerűen olyan helyre volt eldugva, nem lehetett megtalálni sehol. Ja, ezt kérdezni is akartam, hogy ha jól tudom, 2001 óta működtök, úgy... 11. Azt akartam mondani, nem azt mondani, hogy nem, bocsánat, 2011, de már gondolatban biztos 2001-ben is működtetek. Mi volt a legemlékezetesebb rajtaütésetek? Amikor végigkergette Slenderment a belvároson, érdekes pályaversenyt rendezett egy kerékpártolvajjal, ő menekült egy, milyen bringa volt, valami városi, ő meg a pályabringával utána, és így a... Csak országúti volt, nem pályaút. Országúti, bocsánat. A Lehel útról a hírhet Szabolcs utcán keresztül a Kisalagúton át az 5. kerületbe, így cikk-cakk mindenfelé, Andrássy út meg minden, és a végén eltűnt előle, de kiderült, hogy hazament a hülye, tehát később megtalálta. Tehát azon a sarkon vesztettem el, ahol a Dob utca felé lehet lekanyarodni a Magyar Színháznál. Igen, és az Ürge meg a Rejtőjeni utcában lakott, és én még az Izabellán hajtottam, és onnan úgy látszott, hogy elkanyarodott jobbra, de az Izabellára szögbe áll a Rejtőjenő. Volt izgalmas, teljesen úgy nézett, mint oda kanyarodott, és nem, csak egy kapu helyett ment, és bementem a Magyar Színházba. Ez az egyetlen eset volt, amikor konkrétan így üldöztük a tolvajt, tehát ez nem nagyon szokott előfordulni. Nekem érdekes módon mégse ez a legemlékezetesebb. Melyik neked? A többség kedvence, a Sziget-Szent Miklósi, mert hogy ott én ültem ott hajnal 5-ig a rendőrkapitányságon
a kedves együttműködő őrnagyúrral, mert ugye ti hazahúztatok, mert másnap megint akció volt. Igen, volt egy drága őrnagy, aki aztán, a tettenért bűnöző ellen nem volt hajlandó intézkedni bűnügyi érdekre hivatkozva. Aztán volt ugye meg az az eset, amikor ott majdnem elküldözgettek bennünket a hajnalba a hajléktalanokhoz, és szegény ártatlan ember aztán egy kisebb fajta Tesco árukészletet rakott ki különböző biciklikből az udvarra. Igen, azt mondta, hogy nincs egy biciklis, de aztán a negyediket vagy az ötödiket szedte elő, akkor már rendőrök. Aztán az ajtóban még megtaláltuk a Robin bicikliét is, amit a rendőrség... Igen, a csapattagunknak az egy évvel azelőtt ellopott bicikliét is. Hát hogy nem pont tőle került elő, mondjuk ez azért már... Aztán nem. Addig tököltek, míg csak sikerült azért kireszelni a vászámot a szegény jó embernek, mire kijött a rendőrség lefoglalni, mert először is házkutatni se akartak, előállítani se akartak, semmit se akartak. Nem is csinálták, megteszem hozzá. Tehát nagyon jól látszik a sorozatunkban, és most itt nem kívánok senkit megrágalmazni, de hát szóval vannak rendőrök, akik a fizetésük mellé egy kis mellékes juttatást is kapnak, és hát ez a filmben nagyon jól látható. Említetted most a filmet, vége lett az első évadnak, és úgy tudom, jön a második évad is. Mikorra várhatjuk, és milyen izgalmak lesznek Media benne? Man. A legnagyobb izgalom az, hogy forgatok, mint a hülye. Tehát igen, én vagyok a filmnek a készítője alapvetően, bár más, nyilván a többiek is részt vesznek, de magát a filmmunkálatokat én csinálom. Az a probléma, hogy az említett szigetszentmiklósi emberke után begurult ránk a rendőrség, mert hát valószínűleg olyat találtunk meg, akit nem kellett volna, és kitalálták nekünk egy ilyen mondva csinált ügyet csináltak, hogy mi állítólag össze-vissza vertünk egy tolvajt, mert ő azt mondta, akkor a szentírás, és fél évig házi őrizetben voltunk emiatt. Ez azt jelenti, hogy fél évig rendőri őrizet alatt nem hagyhattuk el az otthonunkat, mint közveszélyes bűnözők. Egyetlen egy tolvajjal se bántak, így teszem hozzá. Tehát volt olyan, akit mikor már harmadszor kaptunk el, az imént itt be volt játszva egy kis videófelvétel egy napszemüveges fiatalemberről, őt például itt a Műszaki Egyetemen is elkaptuk már egyszer egy lopással, tehát ő már négyszer volt vendégünk. Tehát fél évig nem mehetünk sehova, és jelenleg is folyik egy büntetőeljárás ellenünk, csoportosan elkövetett súlyos testi sértésért. De várjál, milyen izgalmat várhatod? És ez az izgalom, hogy ezt júniusban szüntették be ezt a hülyeséget, az eljárás még mindig folyik, és júniustól mostanáig kellett volna leforgatnunk 15 új epizódot, ami annyira nem sikerült, de dolgozunk rajta. És nagyon remélem, hogy... Miért mondtad, hogy kellett volna? Tehát ti ezt tűztétek ki célul? Én úgy terveztem, hogy február-március körül elkezdjük forgatni az új epizódokat. Ehhez képest, mint mondtam, június végéig ehhez nem jutottunk hozzá. Tehát több hónapot, gyakorlatilag a fél nyarat elvesztegettünk ezzel, hogy tisztelt 9. kerületi rendőrség és jól fizetett ügyészek belőlünk akartak bűnözőt csinálni. Hát erről beszéltem ott az interjú elején, hogy vannak olyan kerületek, ahol nem is kerülnek, hanem kifejezetten szarháziak a rendőrök. És tegyük hozzá, még Svájcba se jártál. Nem járt a Svájcba. Nem hozott vissza onnan a svájci rendőrség, mint így más háziőrizeteseket a magyar eljárás. Viszont, ahogy említetted, nyáron aktívan forgattatok, és a nézők nem is tudják, de mi is találkoztunk személyesen. Teljesen véletlenül, ugyanis Kecskeméten volt egy esetünk, de szerintem azt is mindjárt bejátszátok, majd jól emlékszem, kiválogattátok ezt a videót. A kecskeméti Penny Markettől ellopták Tigris nevű csalikerékpárunkat. Hát, mint mondtam, Tigris már a 22-0 eredményt elérte a tolvajokkal szemben. És hát Tigris bizony elég nehezen szerezte vissza a helyi rendőrség, mert nem az volt a gond, hogy nem tudtuk, hogy hol van, hanem az, hogy abba az utcába a rendőrök sem mernek bemenni. Igen, vannak ilyen utcák Budapesten, hogy a megyei készültség kijött. Meg Kecskeméten is. Kecskeméten, bocsánat. Tehát Kecskeméten nem mertek bemenni abba az utcába, mert azt mondták, hogy hát az egy olyan utca, és a végén a teljes készültség kivonult négy kis busszal, és ők úgy voltak vele, hogy az egyik házat, tehát ilyen több generációs családi fészekre kell gondolni, azt hát úgy bemennek az udvarba és körülnéznek, de többet nem vállalnak, mert az úgy fájhat nekik. És marha nehezen akarták megengedni még azt is, hogy én velük menjek, de azt is mondták, hogy nem vállalják a testi épségemért a felelősséget. Főleg, hogyha ezek meglátják a kamerát, ezek szétszedik még a rendőrséget. Tehát így indult az eljárás, hogy fegyveres járőr azt mondta, hogy beül, nem száll ki, megmondja, hogy itt van, és én nem tudom garantálni maga a testi épségét. Ezt nem fegyveres... a járőr mondta, ezt a készültség mondta. A járőr az be sem ment az utcába. De felfegyverzett a rendőrség, a magyar állam hivatalos képviselője. Nem tudom garantálni a magyar szuverén köztársaság területén a maga testi épségét közterületen. Polgárháború van, vagy mi? Egyébként igen. Szóval ez egy nagyon izgalmas történet volt, és itt kerültél ugye te képbe, hogy teljesen véletlenül a kecskeméti csapat végül visszakapta a kerékpárt, bravúros nyomozást vágtak le a kecskeméti rendőrök, tehát eddig ők a legpengébbek, akivel találkoztunk. Pedig ennek én azért is örülök, mert kecskeméti vagyok, pedig Cegléden találkoztunk, tehát így van. Ez érdekes volt. És hát így történt, hogy miközben tovább mentünk Debrecenbe, ugye Debrecenben volt a következő akció, és valahogy Tigrist el kellett oda juttatni, és hát megmondtuk a kecsói csapatnak, hogy akkor találjanak valami szimpatikus hölgyet a vonaton, és így
híve sikerült, és te hoztad el nekünk Debrecenbe Tigrist, egyébként borzasztó állapotban volt. Kőbunkóval szedték szét, vagy nem tudom. Hát ott másnap még volt egy reparatnyik a helyi bicikli szerviznél, aki szintén tolvajkergető csapattagot. Igen, a debrecenieknél ő a szerelő, de hát ott is két körünk volt. Tehát megcsináltuk, elmentük, akkor kiderült, hogy még ez is el van cseszve, akkor venjek vissza megint, tehát minden volt. Széttépték szó furcsa, szerint hogy a hátulját. Az ember azt hinné, hogy meg tudja érteni a tolvajokat, mert azért lássuk be ezt tiszta sor, hogy van egy értékes dolog, el lehet lopni, el lehet adni. Hát nyilván, hogy ellopják is. A logikában alapvetően semmi bukó nincsen. Csak hogy a tolvajok nem így működnek. A legritkább esetben fordul az elő, hogy úgy, ahogy van a biciklit eladják, hanem még az is, hogy elkezdi szétszerelni, tehát ez is egy feltételezés, hogy szétszedés alkatrészenként adja el, hogy ne bukjon le. Nem azért, hanem van bennük valami állatias, ilyen vandál ösztön, hogy szét kell verni, ami egybe van. És neki át szétbarmolni, mert nem szétszereli, szétbarmolja a biciklit, ahogy tudja, fogóval szétvágja ezeket, küllőket, úgy kitépi belőle az agyat, mit tudom én. És nem lehet azért, hogy az alkatrészeket mentse, és akkor nem olyan feltűnő, hanem ösztönösen, mint a mókus behordja a kis vackára a zsákmányt, és elkezdi szétszincálni. Uh-huh. És nem értjük, hogy miért, mert egyben jobban el tudná adni. Tehát itt a kecskeméti esetnél is az volt, hogy szétrobbantotta gyakorlatilag a Tigris. Szerencsére nem tudta teljesen szétbarmolni, mert azért ez úgy lett tervezve, hogy számítottunk erre, hogy barmolni fogja, és egy nagyon erős agyváltó van benne, meg ilyenek. De hát egy csálén volt visszarakva a kerék, meg le volt törve minden, ami kiáll, meg stb. Szétszette, összerakta, majd eladta valami románnak 5000 forintért, úgyhogy nem lehetett vele menni, meg be volt ékelődve, meg minden baja volt. Hát láttad, hogy milyen állapotban volt, te hoztad a vonaton. Láttam. Tolni éppen csak lehetett. Semmi az se nagyon egyébként. Ennek semmi értem, hogy elvisz egy 200.000 forintos biciklit, amit testvérek között is eladhatna meg 50-60 ezerért. De nem, ő szétbarmolja. Nincs értelme. Nem volt alkalmam nektek akkor említeni, de én nagyon izgultam a vonat út alatt, mert előtte még nem hallottam rólatok, és azóta követlek titeket. És hát odalépett hozzáig semmi. Köszi. És akkor odalépett két fiatal ember hozzám, hogy hát vigyek el egy biciklit Debrecenbe, persze szívesen segítek, de kicsit necces volt. Mondtam is nekik rögtön, hogy remélem nem velem akartok most ellopatni egy biciklit, de szerencsésen megúsztam. Nem is rossz ötlet egyébként így oda menni, hogy tesó, vidd már ezt a biciklit. Nem kéne várni, hogy vigyék már el, vagy Balatonszár felsőre. Várunk 5 percet, aztán követjük, nem? Hát, stb. Igen, igen. Egyébként most már nem csak kerékpárral foglalkozunk, van például egy laptopunk is, amiben jeladót építettünk, és már az is kétszer be volt vetve. Most építünk egy komolyabb laptopot, mert az egy elég ócska kis laptopocskát raktunk össze, de sikerült úgy belehenkölni ezt a jeladót, hogy teljesen működő gép maradt, nagyon aranyos. Sőt, még az a kis piszokság is megvan, hogy ha bekapcsolja a tolvaj, akkor tölti az akkumulátort, tehát soha nem merül le, viheti, ahova akarja. A másik pedig, hogy most robogókkal elkezdünk foglalkozni, ugyanis ez a jeladó, amit használunk, ez egyébként a tolvajkergetők.hu-n ez meg is lehet rendelni, ha valaki netán szeretne ilyet. Ennek elkészült az autóba és motorba való változata is, úgyhogy hamarosan lesz egy csali robogónk is, és erre is kíváncsiak vagyunk, mert ez kéz a kézben jár sajnos a kerékpár meg a robogó. Szponzorok is kellenek. Szponzorok is kellenek, gyertek szponzorok. Igen, van egy-kettő oldalunkon be vannak mutatva. Szerencsére volt sok cég, akitől kaptunk, ugye éppen ma kaptunk egy csepeli kerékpár üzlettől egy már nem mondom, hogy elég jó kerékpárt, mert szétesett, de végül is elég jó, tehát az Csalinak jó lesz, csak ki kell kicsit pofozni. Nagyon megköszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon támogat minket, lehet kerékpárral, alkatrésszel, adománnyal, amivel jól esik, sőt, lehet csatlakozni is hozzánk, akár a budapesti, akár a vidéki csapatokhoz. És hogy lehet akkor csatlakozni? Szólnak nekünk, info@tolvajkergetők.hu a legegyszerűbb, vagy a Tolvajkergető Facebook oldalra lehet írni, illetve, hogyha valaki úgy gondolja, hogy az ő településén érdemes ilyen csapatot létrehozni, a szóljon, elmondjuk, hogy kell, adunk segítséget, hogy van egyesületi hátterünk. Várj, elmondom az egyesületünk nevét. Svájci Fehér Juhászkutya Klub Egyesület Kerékpáros Közbiztonságért Szakosztály. Még szerencsé, hogy vissza lehet nézni az adást, mert így akkor igen, majd... ez a nevünk, de egyébként a bankszámla számunk ott van a tolvajkergetők.hu-n, és ott el lehet olvasni a nevünket is. Ennek elég sokáig tartott, míg bemagoltam. A rendőrök nagyon szeretik, mert mindig le kell írni, ugye, amikor... Az SFJK-s verzió. Milyen egyesülettől tetszett lenni. Igen, igen. És akkor előveszi a kis papírkáját, és rájön, hogy ez nem lesz elég. Na mindegy. Juhász kutyának meg szoktak keveredni azért, hogy mi van. Ez is egy külön történet, hogy miért ilyen nevünk van, mert eredetleg egy saját egyesületet szerettünk volna, és mindig visszadobták, nem engedték. Aztán kiderült, hogy hát bizony, Magyarországon van egy ilyen ki nem mondott moratórium, hogy semmilyen civil szervezetet nem engednek bejegyezni már évek óta. És csak egy meglévő szervezetnek a szakosztályoként tudtunk megalakulni, ami jogilag ugyanúgy működik, sőt, talán még jobban is jártunk vele,
Csak hát ez egy ilyen politikai dolog, hogy ugye a két nagy politikai erő így próbálja egymást kibombázni, hogy a másik ne tudjon civil szervezeteket alapítani, akkor senki ne alapítson civil szervezetet, és a bíróság mindenkinek visszadobálja. Kormányt váltanak, és akkor ugyanúgy dobálják ki a másik oldal irányába, és ez már kb. 5 vagy 6 éve ez. Na de ott jártunk, hogy akkor csatlakozás, meg segítetek alapítani. Csatlakozni szeretne, az írjon. Kifejezetten olyanokat keresünk, az egyetemisták azok úgymond nagyon jó anyag, mert sok szabad idejük van. Akik nem annyira tudnak jelentkezni, hát már aki nem egy stúdióból ül egész nap, ugye, még este 9-kor is, de alapvetően aki dolgozni jár, meg gyereke van, meg stb. Ez azért nem jó, mert most senki nem szereti, hogyha szerdán éjjel 3-kor kap egy telefont, hogy most azonnal rohanják ki a biciklivel mondjuk Cseperre, mert ott megy a biciklink, és akkor érjük utol. Vagy fordíts meg, biztonsági őrök, olyan bűszaki beosztások, akik már dolgoznak, de tud rá időt keríteni. Így van, így van. Tehát aki mondjuk szabadúszóként dolgozik, én is szabadúszó programozó vagyok, Feri meg ilyen seftes gyerek. Ha valaki kerékpárt akar építetni, vagy szerelni, forduljon Ferihez. Köszönöm. Egyébként, aki pedig webprogramozót keres, az hozzám. Na mindegy. Szinte reklám. Ez volt a reklám, és jeladót is nagy választékban, legalább kétféle van. Szóval így lehet csatlakozni, ha valaki úgy gondolja, hogy sok szabad ideje van, akit lehet mondjuk azt, például most kezdődik pénteken egy akciónk, ami előrelátható legalább szombatig tart, mert előfordul az, hogy mit tudom én, este 11-kor elindul a csali bicikli, mert sötétedés után kirajzottak a patkányok és lopnak, és hogyha annak utána megyünk, akkor utoléljük mondjuk éjjel 1-kor, akkor kijön a rendőrség, akkor már 3 óra van, és bizony ilyen reggel 8-9-kor lehet hazamenni az összes kihallgatás után. Aki ezt megbírja, és örömmel tölti el, hogy oké, de azért csak keresztbe tettünk ennek a rovadéknak, a sztártkarokkal várjuk. Így lehet valaki tolvajkergető. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és nagyon sok lelkes új tagot kívánok nektek.